γραμμοφόνος. Λοιπόν, εσάς, Ίσακ, Ιούγκο, Τελούρια, Κέντρα. Így hatolt be a Cipernovszky általános iskola tornatermébe a Mozart kommandó. Az Óbudai Danóbia zenekar rendhagyó előadás sorozattal kívánja megszerettetni a komoly zenét az általános iskolásokkal. A zenekar Mozart sorozatába interaktív módon vonják be a gyerekeket, akiknek így nagy élményt jelent az előadás. Tudja valaki, hogy ez milyen hangszer? Trombita, trombita az egyenes, gramofon, meg a hasonló végén, mint a gramofon. Tudja, az egy picit nagyobb. Vadászkürt, nagyon jó, fantasztikusak vagytok, ez lesz a vadászkürt. A Mozartnak öltözött műsorvezető három részre osztotta a nézősereget. Voltak, akik a piros, voltak, akik a zöld, és voltak, akik a kék Mozart kommandós zenészeknek segítettek. Jelszónak a kiséi zene refrénjét kapták meg az iskolások. De azért a zene volt a lényeg. Mező Péter koncertmester a koncertsorozat célját így összegezte. Hát alapvetően tényleg szeretik a zenét, van ennek egy olyan hatása, egy olyan hatásmechanizmusa, hogyha ilyen korban, óvodás, kisiskolás korban megérintődnek komoly zenével, akkor ugye elkövetkezik a mondjuk a 30-as évekbe való lépés, és ez nem azt jelenti, hogy ők egészen addig komoly zenei koncertekre fognak járni, vagy szeretnének járni, hanem amikor jön az igény, amikor könyvet vesz le az ember a polcról, nem pedig a számítógépes játék elé ül, vagy színházba szeretne menni, vagy operába szeretne menni, akkor azok a gyerekek, akiknek ez be van oltva, és benne van a, nem, pont nem az immunitás, hanem az ellenkezője, a kivirágzásnak, vagy a kibontakozásnak a lehetősége, akkor ők el fognak jönni komoly zenei koncertre, és sokkal inkább meg fogja tudni őket érinteni. Az Óbudai Danóbia zenekar évente két iskolai koncertsorozatot rendez. Ezekben a hetekben elsősorban a harmadik kerületi iskolákat járják végig, de mennek a 13. és a 12. kerületekbe is. A zenekarnál tervbe vették, hogy az óvodásoknak is játszani fognak.